Nagyon szeretjük a gondeles tanulókat, nagyon szeretünk a gondeliskolával együttműködni, nagyon régóta működünk egyébként együtt a gondeliskolával, nagyon jó kapcsolatot is ápolunk, és nagyon elégedettek vagyunk azzal a szakmai felkészültséggel egyébként, amivel a gondeles tanulók érkeznek hozzánk. Azon a napon vagyunk, ahol az ágazati képzőközpont fölkínálja azokat a lehetőségeket, amik az ő általa szerződött képzőhelyeknek az állásajánlatait sorolja föl. És hát azon a toborzó napon vagyunk, ha lehet ezt így hívni, ahol a diákok megismerkedhetnek ezekkel a képzőhelyekkel is, akár már munkaszerződést is köthetnek előzetesen. Aki a Gundel iskolát válaszza, arra nehezedik egy kis felelősség, hiszen a Gundel egy hatalmas múltú intézmény, a kollégáinknak a 80%-a itt tanult, itt végzett, és az előnyt is jelent. Van egy közös nyelvezet, amit közösen tudunk beszélni, értjük, hogy miről beszélünk, vannak közös emlékek és élmények, még ha nem is együtt jártunk ide, de például a WC-ben való dohányzást, arról mindenki tud sztorizni. Mindenkinek vannak közös emlékei a tornateremről, a reluxáról, a lámpáról és a padról. Erre a mai állásbőrzére is egy olyan szuséf kolléganőt hoztunk a konyhai oldalt képviselni, aki korábbi gondeles tanuló volt, és ő jelentkezett, ő kérte kifejezetten, hogy részt vehessen velünk ezen a mai napon. Nagyon szeretett volna visszatérni ide a Gundel iskola falak közé. Nagyon fontos az, hogy már olyan iskolából érkezik, ahol már volt konyhai gyakorlatuk, ugye ezáltal már látjuk azt, hogy közelebb állnak a konyhához, az alapanyagok ismeretében, bármi ilyesmiben. Ugye ez abból akkor látszik, hogyha olyan iskolából érkezik, ahol foglalkoztuk a gyerekekkel már. Már Zserbó Emily 165 évvel ezelőtt dolgozott tanulókkal, és mi azóta is őrizzük ezt a hagyományt. Cukrász, szakács és pincér tanulókat fogadunk, illetve keresünk. Nagyon jó volt azt tapasztalni a gundeles tanulók kérdései között, hogy tisztában voltak azzal, hogy mit is jelent a Zserbó kávéházhoz csatlakozni, utána olvastak, és nagyon sok alapinformációval rendelkeztek már előzetesen. Ha én bárkivel elkezdek beszélgetni munkáról, legyen az tanuló, vagy ifjú szakács, cukrász, felszolgáló, hogy nálunk dolgozzon, a legfontosabb, hogy csillogjon a szeme, mert az mindent elárul. Ha valaki szenvedéllyel tud beszélni a szakmájáról, a hivatásáról, akkor az előbb-utóbb jól fogja csinálni. És szeretném, hogyha közületek nagyon sokan nálunk dolgoznának. Mi látunk olyan diákot, akinek nagyon csillog a szeme, és szeretné, és jó helyre akar menni, és úgy érzi, hogy ez az életének egy komoly választása. Márpedig mi azt gondoljuk, hogy igen. Tehát abban a duális rendszerben, ahol maga az iskola és a képzőhely együtt dolgozik azért, hogy valakiből jó szakember legyen, ott a képzőhelynek, kvázi a munkahelynek, ahova ő az utolsó két évét eltölti, nagyon-nagyon nagy szerepe és felelőssége van abban, hogy ott milyen szaktudást, milyen motivációt, milyen környezet, milyen emberséget, milyen érzelmi intelligenciát sajátít el. Mi üzemeltetjük a Gundel éttermet is, és nyilván a Gundel iskolában a Gundel étteremnek azért a szavakon túl is, meg a neveken túl is van jelentéstartalma. Nyilván azt látjuk, hogy ilyen szemben a Gundel, mint az egyik legikonikusabb, hanem a legikonikusabb vendéglátóhely, az nagyon népszerű, mert az egy olyan típusú pedigré, hogyha én ott tanultam, hogy nagy valószínűleg nem csak a önéletrajzomban mutat jó, hanem azt a tudást is hordozom magammal. De az látszódik, hogy azért lokációs szempontból is, hogy aki mondjuk budai lokációt keres, vagy Észak-Budait, az inkább azokra a helyeinkre jön, aki mondjuk a pesti oldalról jön, az inkább oda, hogy azért az utazásra eltöltött idő is viszonylag reális legyen. A Gundel név és a Gundel iskola azért garancia arra, hogy a diákokkal van foglalkozva, tanulnak, tanítanak nekik. Az iskolának hatalmas hagyományai vannak, nagyon fontosak a versenyek, nagyon fontosak a képzések, a tanároknak az önképzése. Nagyon sokat kommunikálunk, mint képzőhely a tanárokkal, az iskola
vezetésével, és közösen alakítjuk ki ezt a stratégiát, hogy milyen irányba menjünk. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy közösen lehet csak előre haladni. A MIPA-ban ugye azért elég nagy kulturális intézményről beszélünk. Valaki járt már ott, vagy nem járt, csak elment mellette, azért mindenki oda néz, hogy itt vajon mi lehet. Szóval ez is vonz őket. Eddig nekem szerencsém volt konyhai oldalon, nagyon kedves, lelkes fiatalokkal találkoztam, de hogy a kollégákat is figyeltem, őnáluk is megvolt a színvonal, akik jöttek. Két évre választanak ezek a tanulók akár a mai napon gyakorlati helyet maguknak. Nagyon fontos, hogy tisztában legyenek az alapvető technikai információkkal, például a választott étterem vagy kávéház nyitvatartási idejével, körülbelül milyen beosztásra számíthat, körülbelül mikor kell majd elkezdenie a munkát, a hét mely napjain, és mikorra várható, hogy a beosztása véget ér a munkanapokon. Egy kis interjúban beszélünk velük egy pár szót, ugye megkérdezzük, hogy mennyire szeretik a szakmát, miért ezt választották, mi a terve a szakma után, ugye rengeteg van olyan, hogy szakács szeretne lenni, de amire eljutunk odáig, ő belőle autószerelő lesz, csak most mondtam egy példát. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon alapfontos dolgok, amiket már így az első interjú során ki lehet szűrni, és nyilván mi is ez alapján válogatjuk össze őket. Mi minden szeptemberben, októberben tartunk egy úgynevezett ilyen onboarding napot a diákoknak, és a diákok szüleinek is egyébként, hogy az elvárások azok reálisak legyenek. Tehát, hogyha valaki mondjuk már harmadik hete bement egy munkahelyre, akkor őt azért még nem fogják oda engedni egy konkrét étel elkészítéséhez, hiszen nagy valószínűséggel nem alkalmas rá. De egyébként az, hogy ki milyen tempóban tud haladni, azért az elsősorban rajta múlik. Ez egy jó választás, maga a vendéglátás. A mi belső statisztikánk az, hogy nálunk szabaduló tanulók több mint 50%-a nálunk marad, és ő úgy érzi, hogy neki ott van jó munka, és egyébként kap olyan állásajánlatot, amitől egyébként komfortos. Nyilván ma a vendéglátásban tisztességes megélhetés, tisztességes keresetet lehet elérni. Nálunk a határa csillagos ég, tehát hogy nálunk vannak nagyon fiatal, 21 néhány éves vezetők, innentől kezdve tulajdonképpen mindenkinek csak a saját maga motiváció, meg a saját maga tudása, meg az ambíciója szabja a határ, alapvetően nem a lehetőségek.